Nem számít, ha csak egyszer végzett valaki megfigyelést, az is értékes adatokat tartalmazhat. A jelenleg is aktív fecskeles és gólyales mellett tavaszi természetlesre invitálja a lakosságot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az a célja, hogy minél szélesebb körben bevonjuk a lakosságot az adatgyűjtésbe, adatszolgáltatásba, hogy minél pontosabb képet kapjunk az adott élőlénycsoport országos elterjedéséről. Ez világszerte nagyon nagy népszerűségnek örvendenek ezek a lakossági tudomány, citizen science jellegű adatgyűjtések. A tavalyi akció nagyon sikeres volt, ugye 1021 felhasználó, közel 1800 helyszínről, 203 faj, majdnem 20 ezer egyedéről küldött megfigyelést. A tavaszi természetles egyik különlegessége, hogy nem csak a madarakra koncentrál, hanem kétéltűekről, hüllőkről, emlősökről és a nappali lepkefajokról is lehet feltölteni megfigyelési adatokat. Mivel ez egy időablakos program, az év csak egy bizonyos időszakában aktív az adatgyűjtés. Április 1-től június utolsó napjáig tart a program. Bárhol, bárhonnan fel lehet tölteni adatot, erkélyről, kertből, kirándulás közben. Az egésznek szerintem a legnagyobb erénye az, hogy egy okostelefonos applikáción keresztül is ezt el lehet végezni, ezt az adatfeltöltést. Ez a Tordus nevű applikáció, ez Androidon és iOS-es telefonokon, tableteken egyaránt fut, nagy téveles végződéssel, tehát Tordus. Az applikáció mellett a természetlesen.mme.hu oldalon keresztül is lehet rögzíteni az adatokat. Időközben elkészült a már lezárult második téli madárles eredményeinek összesítése, mely szerint a 944 adat közlű 1125 megfigyelési helyről 141 faj, 204207 egyedről számolt be, ami 20-szal több fajt és 118457 egyeddel többet jelent a tavalyihoz képest.